Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. A megszorítások közepette Zenta azon kevés önkormányzat közé tartozik, amely végül idén a tervezetnél több pénzből gazdálkodhat. Nemrégiben módosították a költségvetésről szóló rendeletet. Erről beszélgetek vendégemmel, Ceglédi Rudolf polgármesterrel. Üdvözlöm, jó napot kívánok. A költségvetésről majd beszélünk részletesebben. Emellett mit tart a 2014-es év legfontosabb eredményének Zentán? Először is én is köszöntöm Önt és a Pannon televízió nézőit. Ahogy Ön is mondta, az idén sok év után először, hogy azért történt költségvetés módosítás az utolsó negyedévben, mivel a céleszközeinknek a bevétele növekedett. De mi az, amit nem terveztek előre, nem láttak előre a költségvetésben? Tulajdonképpen nem láttuk előre, hogy a környezetvédelmi pénzek ilyen arányba történik a megfizettetés, ez elmúlt években sokkal kisebb arányban történt, és hát ezért kellett módosítani, hogy tulajdonképpen ezeket a pénzeket már az idén milyen funkcióba bírjuk állítani, tehát bizonyos beruházásokat megindíthassunk. Elnézést, hogy a szavába vágok, mit jelent ez, hogy a környezetvédelmi pénzek? Tulajdonképpen ezek a kommunális számlán kerülnek megfizettetésre, és hát maga a kommunális számlák megfizettetése is az elmúlt években nagyon kis arányba történt. Az idén egy más irányzat történt, tehát a lakosság jobban kezdte fizetni ezeket a számlákat, és így jött az, hogy nagyobb lett a bevétel, és mind az elmúlt években. Tehát mink az elmúlt évek alapján terveztünk, és hát a 9 hónapi megvalósulás után láttuk, hogy nagyobb összegek fognak beérkezni ezzel a céleszközökre, és hát, hogy még december folyamán kibírunk írni egy közbeszerzést, egy iskolámat, tehát a gimnázium épületének az ablakainak a felújítására. Tehát ennyivel lett több pénz? Ez egy 6 millió dinár, a másik pedig azt tudjuk, hogy egy 2011 óta tartó bírósági per, tehát a szerb állam és a Zentei mezőgazdasági kombinát csődeljárás alatt pörösködése ért véget az idén májusba, ami azt jelenti, hogy az öntözőrendszer alatt levő 2400 hektár terület is bekerül a föld bérbeadási programba, tehát a jövőben ezért is fizetni kell bárkinek, aki használja. És ez egy körülbelül 28 millió dináros többletbevételt fog eredményezni. És ezt mire fordítják? Hát ezeket a céleszközöket, ugyanúgy a környezetvédelmi pénzeket és az állami földek bérbeadásából származó pénzeket, tulajdonképpen a minisztérium jóváhagyására a különböző programokra fordíthatjuk. Konkrétan? Konkrétan a legnagyobb a mezőgazdasági pénzeknél itt a dűlőutak rendezésére fordítottuk az idén, ez több mint 20 millió dinár, ebből történik a mezőgazdasági fejlesztési alap pénzelése, tehát a mezőgazdasági termelők segítése, és többek közt a ingyenes föld, mint a vételeket is végeztünk a termelőknek, de fásítások, zöld sávok kialakítása is ezekből a pénzekből, tehát ezek a legjelentősebbek. A környezetvédelmi szintén, a hortikulturális rendezése a községnek, és hát az, ami talán az idén a legnagyobb tétel volt, és lehet a jövőben is, ezek az energiahatékonyság növelésére, az az energiaveszteség csökkentésére, a régi épületek a nyílászárók cseréjére fordítsuk. Mármint az iskolákban például? Igen, iskolákban, óvodákban és hát közintézményekben. Többek tehát ezt tartja a 2014-es év sikerének, emellett más beruházásról beszélhetünk-e? Hát ugye ezeket tartom, amiért a községi költségvetést kellett módosítani. Na most, ami a sikereket illeti, talán a legnagyobb az, hogy az idén egy nagyon régi trendet, tehát hogy állandóan inkább munkahelyek szűntek meg, mint munkahelyek teremtődtek községünkben. Hát az idén úgy érezzük, hogy ez egy bizonyos értelemben fordulat állt be, és hát két cég is kezdte működését Zentán. Az egyik az, hogy a csődből kivásárolt TAMP, amit egy horvát cég, a Raszko cég vásárolt meg, és hát, hogy mondjam, a régi termelést megtartva az új program is megindult, tehát ez a kommunális gépek gyártása, főleg a téri útkarbantartásra, és hát a régi szerepek gyártása is megmaradt, jelen pillanatban több mint 50 személy dolgozik ott, de a tulajdonos előrejelzése szerint jövőre talán már több mint 100-an bírnak dolgozni, és hát az, amit
Még egy nagyon fontos, hogy a Tisza Automatív cég is megkezdte mi próbaüzemét Zentán, ami ugye tudjuk, hogy egy autóbeszállítási cég. A próbaüzemet ővé első negyedévben fejezik be, és jelen pillanatban már 150 dolgoznak. Tehát ez, ami számunkra fontos, hogy új munkahelyek kezdenek nyílni a városba. Az önkormányzat ehhez hogyan tud hozzájárulni? Korábban tervezték a gazdaságfejlesztési alap létrehozását, tehát beruházásokról, külföldi beruházásokról beszéltünk, az önkormányzat ehhez hogyan tud hozzájárulni? Hát az önkormányzat ezeknél a külföldi beruházóknál tulajdonképpen nagyon kismértékben tud anyagi javak hozzájárulni. Ugye itt az új munkahely megteremtést a tartományi alapok segítik, vagy pedig a köztársasági alapokat. Nem is rájuk gondolok elsősorban, hanem a zentai kis- és középvállalkozásokra. Igen, az idénre terveztük a gazdaságfejlesztési alap létrehozását, ugyanúgy, mint a mezőgazdasági fejlesztési alapot. Sajnos erre nem sikerült előteremteni pénzt, de nem azt jelenti, hogy elállunk ettől a tervtől, tehát jövő évben valószínűleg, hogy sikerül már pénzalapot is biztosítani, és hát, hogy a kis- és magánvállalkozókat segítsük. Azt tudjuk, hogy az inkubátorházunk az idén egy olyan fázisba került, hogy már egyes kis vállalkozók használhatják, tehát az irodák egy része elkészült. Hát itt is szeretnénk, hogy jövőre ez a beruházás befejeződjön, és hogy a kezdő vállalkozók 3 évig, hogy így mondjam, sokkal kedvezőbb feltételek közt tudják megindítani a vállalkozásokat. Na most a külföldi beruházásokat, ami illeti, hogy mit tudunk, mint önkormányzat segíteni, itt a horvát partner és hát a magyarországi partner is mind a két része meg volt elégedve az önkormányzat hozzáállásával, kezdve az engedélyek, papírok biztosításától kezdve, ugyanúgy az a logisztikát, amit tudtunk nekik segíteni a felsőbb szervek köz való bejutásra, tehát itt konkrétan a tartományi szerveknél, vagy pedig a köztársasági szervek köz. Megkezdődött a fűtési idény, már javában tart. A terv volt az, hogy mielőbb a Zentán a központi fűtésnek a feladatát a cukorgyártól átveszi egy új cég, és hogy megindul a biomassa erőmű. Ez hol tart? Ugye itten a 2 évvel ezután, így lehet mondani, kezdtük az első megbeszéléseket, vagy 1,5 év. És hát a terveink szerint az volt ez a belga-holland céggel, hogy már a múlt év folyamán, múlt év közepén ők meg tudják vásárolni az önkormányzati ipari parkjába egy 6 hektáros területet, ami majd a biomassa hőerőmű kiépítésre fog szolgálni. Sajnos az akkori szerb kormány hozzáállásán köszönve ez nem tudott megvalósulni, csak az idei év áprilisában. És ettől kezdve tulajdonképpen indult meg az a tervezési dokumentum kidolgozása, ami múlt év közepén volt tervezve. Tehát egy éves késésbe kerültünk. Nem a külföldi partnerom múlott, hanem mondom a szerbiai viszonyoknak köszönve, hogy a szerb kormány nem adott idejében jóváhagyást, hogy ők tulajdonképpen meg tudják vásárolni ezt a területet. Ez az idén áprilisban megtörtént, ők 100%-ban kisfizették a vásárlási értékét ennek a teleknek, és ettől kezdve megtörténhetett a telekkönyvezés az ő javukra, ugye, a telekkönyvezés a teleknek, és hát utána a tervdokumentáció kidolgozása. Az eredeti terv is az volt, hogy tulajdonképpen 9 hónaptól 1 évig tart a tervdokumentáció és az engedélyek beszerzésének a periódusa, és hát az ővelük történő 2 héttel ezelőtti találkozó egyeztetés során az ő véleményük az, hogy jó ütemben halad a tervdokumentáció és az engedélyek elkészítése, és tavaszra megkezdhetik az építkezést, és ugyanígy a tulajdonképpen a szerződéskötést is a mezőgazdasági termelőkkel. És akkor ez azt jelenti, hogy jövő év október 15-én ők indítják be a fűtési idényt Zentán? Jelenlegi tervek, igen, ezek. Tehát a cukorgyárral is egyeztetve tulajdonképpen az első fázis, ami jövő év őszire kellene, hogy elkészüljön, nagyobb lesz a tervezetnél, tehát nagyobb értékű beruházás lesz, mivel a elektromos energiatermelési rész az marad az eredeti terv szerint, még a távfűtés része szolgálat azt megnövelték,
Tehát tulajdonképpen az első fázisban az a terv, hogy elkészüljön a végső berendezés, ami majd a távfűtés fogja szolgálni. Nagyon röviden ez konkrétan a helyieket miben fogja érinteni? Hát konkrétan, ha tervek megvalósulnak, az azt jelenti, hogy a cukorgyár jövő következő fűtés szezonban már nem fog fűtés szolgáltatást végezni. Tudjuk, hogy a biomassa piaci ára jóval olcsóbb, mint a behozatali orosz gázé. Tehát ettől kezdve a biomassa erőmű átveszi a távfűszolgáltatást, kedvezőbb áron fogják a szolgáltatást igénybe vévők ezt a szolgáltatást, hogy így mondjam, kedvezőbb áron kapják meg. A másik, ami viszont másik oldala, hogy így mondjam, ennek a beruházásnak, hogy a mezőgazdasági termelők a szármaradványokat is bírják értékesíteni a biomassa erőműn keresztül, tehát még a községünk vagy a községünk környező községek mezőgazdasági termelőinek egy pótbevétele lehet, ami a számítások szerint évi szinten körülbelül 1 millió euró lesz. Másik nagy téma, fontos, és azt gondolom, hogy az entaiak kíváncsiak is rá, az pedig a sportcsarnoknak az üzembe helyezése. Idén-nyára tervezték, gyakran járok arra, látom, hogy a munkagépek dolgoznak, a külső teret rendezik. Miért akadtak el a munkálatok? Hol tart, mikor kapnak az entaiak új sportcsarnokot? Mikor költözhetnek be a sportegyesületek? Hát, tulajdonképpen most már az épület és a környező rész is műszaki átvételre el fog készülni pár napon belül. Kérdés, hogy az aszfaltozást komplet megcsinálja a kivitelező, vagy pedig azt a felső koptató réteget, így mondjam, tavaszra marad, ezt most a műszakok, így mondjam, ellenőrzik, és hát a hőmérsék, külső hőmérséklet függvénye, hogy meg fog történni, vagy nem. A csatorna vízellátása megoldódott a sportcsarnoknak, és hát tulajdonképpen a műszaki átvétel fázisába került. Ezt egy új vidéki intézet fogja végezni, és hát most van az egyeztetés az áramszolgáltatóval, hogy mikor bírják, hogy így mondjam, feszültség alá, áram alá helyezni ezt. De mi volt a gond, a késés oka? A késés oka az idei extrém csapadékos időjárás, aki most is nem ilyen népkertben látja, hogy a talajvíz szint jóformá talajszintével egy azonos. Tehát nagyon megnehezítette ezeket a munkálatokat, amik ugye mind ebbe a hát nagyon vizes, vagy 100%-ban vizes talajba költ, hogy történjenek. Ami ennél is fontosabb, végül lesznek, akik beköltöznek? Sikerült megoldani a problémát, a nézeteltérést a sportegyesületekkel? Hát mondhatnám úgy, hogy az egyeztetés folyamatos. Biztos, hogy végül egy pozitív megoldás lesz, mert ugye amikor megcsináltuk, hogy mondjam, a sportklubok vezetével egy-két alkalommal körbejárás hát ennek az objektumnak, akkor látták, hogy milyen dimenziókról van szó, meg hogy mennyivel jobb körülmények között dolgozhattak, mint ahogy eddig dolgoztak. És a fenntartási költségek azok akkor hogyan oszlanak majd meg? A fenntartási költségek, hát a sportot kell, hogy terheljék, de valószínűleg, hogy a sportra jövőben a sportcsarnok üzemeltetésének a részével több pénzt kell, hogy előállásunkkal sikerül biztosítanunk. Tehát annyit kell tudni, hogy egy ilyen objektum önköltsége évi szinten körülbelül 25-30 millió dinárba kerül. Most ugye nem csak a sportolók fogják használni, hanem több funkciós épületről van szó, tehát különböző rendezvények, vagy pedig kultúreseményeket is lehet itt rendezni, tehát más bevételek is lehet bérbeadják. Így van, és akkor hogy is hívják, nem csak a sportot fogja terelni. De a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy ilyen objektum körülbelül 30%-ba tudja magát fönntartani, a többit a községi költségvetésből kell előlátni. És akkor mikorra várható az ünnepélyes átadó? Műszaki átvételtől függ. Tulajdonképpen most kerül sor először az, hogy egyes épületgépészeti berendezéseket, sőt, nem egyes, hanem az összeset most lehet majd valóban kipróbálni, hogy hogy működnek, hogy dolgoznak. Itt, ha minden rendben van, tehát a klímától kezdve fűtésig, szanitáris részek, akkor, hogy így olyan gyorsabban lesz, ha valahol olyan dolog lesz, amit nem tud a műszaki bizottság átvenni és javítani kell, akkor hosszabb ideig fog tartani. Engedje meg, hogy ehhez a kérdéshez szubjektíven viszonyuljak, nem zentaiként,
meglepetéssel vettem azt tudomásul, hogy ugye itt van egy tiszaparti város, vízi sportok vannak, a pólósok, az úszósok, termálvizes gyógyvízről van szó. Miért engedik, hogy a termálvíz úgy elcsordogáljon? Nem engedjük, megmondom őszintén, és nem is tulajdonképpen ugye az úszodáink fejlesztése és a következő fázisban lesz, mint próbálkoztunk itten különböző külföldi beruházókat találni. Sajnos a tapasztalat az, hogy Magyarországon is már ezek a wellness fürdők, hogy így mondjam, telítettek, több van, mint amire szükség van, és hát nem nagyon találtunk vállalkozót. Valószínűleg a fejlesztés és az egész apró lépésekben történhet meg mind, ahogy szeretnénk, de hát ezek az objektumok felújítására és nem volt eddig az önkormányzatnak még tár dokumentációja se. Most eljutottunk addig, hogy tulajdonképpen december folyamán szeretnénk kérni egy tender dokumentációt, tehát egy pár közbeszerzési pályázatot, aminek az egyik része az a régi, az Ente közné, a néphagy nevezi, hogy a Fekete medencének a felújítása, mert tudjuk, hogy most már építészeti problémák is vannak, és egy bővítés, egy 25 méter, 33 méteres medence lelátóval, és hát a lelátó alatt kapnának tulajdonképpen klubhelyiségek. De ezen felül a tervdokumentáció része lenne, hogy ezek a medencék közel vezetne termálvizet is. Tehát a vízelőkészítéssel, az a vezetéssel, és hát a, legalább a Fekete medencébe kezdjük használni a termálvizet, ami azt fogja jelenteni, hogy ezt a medencét is nem csak mondjuk fél évig vagy öt hónapig lehet majd használni, hanem talán meg lehet hosszabbítani 9-től 10 hónapig is évente. Egy másik témát érintsünk még mindenképpen, a kommunális munkákat, közmunkákat, amiket a városban végrehajtottak. Ennek lassan lejár majd a határideje, legalábbis egy részének. Mik a tapasztalatok? A múlt évben kezdtünk, hogy mondjam, intenzívebben foglalkozni a közmunkaprogrammal. Az idén is ugyanannyi pénzt láttunk elő, tehát összesen 12 millió dinár. És hát az idei év nehéz kezdet, hogy így mondjam, mivel törvények módosítottak, és a kommunális vállalat keretein belül nem tudtak ezek az emberek, hogy így mondjam, állásba lenni. Az első közbeszerzésünk nem is sikerült ez véget. Hát másodszorra sikerült a kertészeti civil szervezettel összefogva, és a kommunális vállalat megoldani ezt a problémát. De úgy érezzük, hogy nagyon hasznos tevékenységről van szó a községünk és a város. Azt gondolom, életünk. Hogy a helyiek, az entaiak igénylik is azt, hogy szép igen. legyen a környezetük, igen. a parkok hát az rendezettek egy legyenek. Kicsit, sajnos később tudtunk ez a törvénymódosításnak köszönve elkezdeni ezeket a munkálatokat, de hogy mondjam, a pénzek elő voltak látva a községi költségvetésben, tehát nem tudtuk, hogy így mondjam, máshova költeni, csak a közmunkaprogramba, és hát kiköllött ezt a egy-két hónapot bírnunk. Igyekeztünk, hogy így mondjam, máshol találni pénzeszközöket, és a legjelentősebb, a legfontosabbak, hogy legalább karbarják tartva, de hát utána azt hiszem mindenki látott, hogy nagyon hasznos ez a tevékenység. Tehát akkor várhatjuk, hogy ennek lesz folytatása. Jövőre is ilyen szinten szeretnénk tervezni, vagy esetleg még nagyobb. Nagyon röviden jövőről beszélünk, jövő évi konkrét tervek, elképzelések. Az idei jövő évi költségvetésünk, bocsánat, elkészítése most van folyamatban. A tervezés, amit kapunk információkat a köztársasági szervektől is az, hogy körülbelül az idei nívon kell terveznünk a jövő évi tervet, tehát hasonló nagyságrendben tudunk mindent tervezni. De akkor jó lesz, hogy a jövőre is lesz ilyen plusz meglepetés pénz. Reméljük, hogy sikerül nagy terveinket megvalósítani jövőre is. Hát most konkrétan ugye jelenleg is van egy 3-4 pályázat, amin dolgozunk. Az egyik, amit említettem, a gimnázium nyilázzárójának a csereje, természetesen erre a főtéri részre gondolok. Ez ugye műemléké van részben nyilvánítva, tehát különleges nyilázzárók fognak oda kerülni, amik drágábbak, mint a közönségesek, tehát a maga beruházása 7 millió dinár lesz. Vannak projektok, amire
pályázunk, tehát itt mondjuk a köztéri kamerák beszerelése iskolákba, tehát november 11 iskolába folytatni, vagy például Bogaras településen a világítás felújítása. Tehát ezek, amire pályázunk, ugyanígy a város egyes részén a vízverték felújítására. Hát még bízunk benne, hogy ez december folyamán pozitívan lesz elbírálva, és akkor már ezekkel a projektokkal starthatunk rögtön évelején. És hát az, ami nagyon fontos, hogy a 100 éves városházánk, az idén két közbeszerzésünk nem sikerült a kupola felújítására. Ez olyan 10 millió dináros beruházás, amit 100%-ban önerőből kell, hogy megvalósítsunk. Végül a harmadik közbeszerzés sikerült, viszont az időjárás már nem engedi meg, hogy ezek a munkálatok megkezdődjenek a kivitelezővel, az ellenőrző szervekkel egyeztetve. Ez is tavaszra, hogy így mondjam, mielőtt az időjárás megengedi, megindulnak a munkálatok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további látványos és hasznos munkát kívánok Önöknek. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere volt a Szubjektív vendége. Köszönöm is a lehetőséget.